Műsorunk e-heti része a február 26-án tartott képviselőtestületi ülés első hét napi rendi pontját dolgozza fel. A tanácskozás a 2015. évi költségvetési rendelet bizonyos helyeken történő módosításával vette kezdetét, majd a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára került sor. Miután a képviselők egyhangon elfogadták, hogy a német, a horvát, valamint a roma önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodást változatlan tartalommal fenntartják, egy a vagyongazdálkodás körét érintő beszámoló elfogadásáról határoztak. A gazdasági bizottságnak a napirendját, tehát amit ő hozott. Kérdezem, hogy tisztázandó kérdés van-e. Ha nincs, akkor megnyitom, az zárom a kérdésolt és a vitára bocsájtom a kérdést. Lakatos János. Hatás körében, vagyongazdálkodás körében 2015-ben fogott döntéséről szóló előterjesztés szerint elfogadása javasolja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más képviselőnek van-e? Ha nincs, akkor zárom a vitát, és a határozati javaslatot szavazásra bocsájtom. Határozati javaslat képviselőtestület elfogadja a Gazdaságfejlesztési és Munkahelyi Teremtési Bizottság átvázott hatáskörben a vagyongazdálkodás körében 2015-ben hozott döntéséről szóló előterjesztés szerinti beszámolóját. Aki ezzel egyetért, kérem igen szavazattal döntsön erről. Elfogadtuk. Hatodik napi rendi pontunk, illetve ötödik beszámol a gazdálkodás körébe az a döntésekről, a rövidített KOSZ bizottságnak a munka, nem KOSZ, KOSZB, elnézést. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e egy tisztázandó kérdés. Ha nincs, akkor zártam a kérdésköröket. Megkérdezem, hogy van-e vélemény. Bolvári Ferdinánd. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, a Kulturális Oktatási és Szociális Bizottság nevében kérem, fogadják el 2015 évi beszámolónkat. Köszönöm. Megkérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e még esetleges észrevétel, kiegészítés. Ha nincs, akkor zárom a vitát, szavazásra bocsájtom az alábbi határozatot. Képviselőtestület elfogadja a Kulturális Oktatási és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben, vagyongazdálkodás körében 2015 évben hozott döntéséről szóló előterjesztés szerinti beszámolóját. Határidő azonnal felelős bizottság elnöke. Aki ezzel egyetért, kérem igen szavazattal erősítse meg. 12 igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk Szentháromság tér, Asztrik tér, Kunc József utca irányú forgalmi rendjének kialakítása. Ebbe a kérdéskörbe volt előtte lakossági fórum is, úgy készült az előterjesztés, illetve a tapasztalatok alapján. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan tisztázandó kérdés van-e? Jegyzőnek van kérdése, nem? Akkor kérem, akkor megnyomni. Van-e tisztázandó kérdés ezzel kapcsolatosan? Ne balról jobbra, jobbról balra menjen az utca, egyéb ilyen. Ha nincs, akkor zárom a kérdéskört, és akkor megnyitom a vitát, és akkor jegyző már is vitatkozni akar itt. Tisztelt képviselőtestület, nem szeretnék vitatkozni, kettő véleményt szeretnék ismertetni. Kaptunk egy véleményt a Bajai Szakképzési Centrum Dózsa György Szakközépiskolája, szakiskola és kollégiumától, amelynek a lényege az, hogy támogatják az egyirányú közlekedési rend kialakítását a Kuncs Jöves utcában, illetve kaptunk egy véleményt a Kuncs utcai óvodától is. A véleménynek a lényege pedig, hogy szintén támogatják az egyirányú forgalom kialakítását
Annyit kérnek még, hogy lehetőség szerint kerüljön visszahelyezésre a fekvőrendelőn, mert az iskola, az óvoda előtt volt. Továbbá egy zebra felfestését kérik a Kunc József utca sarkánál. Köszönöm ezt a... Bocsánat, még egy dolog lenne. Amit megkaptak, tisztelt képviselőtestület, egy rajzot. Ott látható, csak hogy mindenkinek világos legyen, hogy kivéve kerékpár, tehát behajtani tilos a Kunc utca, tehát a Magtár utca felől a Kunc utcába. Itt sajnos a nagy térképen nem sikerült rászerkeszteni, annyira kicsi lett volna az a kiegészítő tábla, de ott a lap tetején látható, hogy oda behajtani tilos alá egy kiegészítő tábla lesz elhelyezve. Ez egy szinte egy lakossági kérés volt főként, hogy kerékpárra visszafele lehessen menni a kerékpárra mind a két útvonal, vagy behajtató mindkét irányból. Jó, a műszaki osztály rögzítse azokat a kéréseket, ami volt, majd megvizsgáljuk. Különösen a fekvőrendőr és a átjárőgyével. Dr. Angeli Gabriella. Köszönöm a szót, polgármester úr. Lakossági kérésre történt a Kunc József utcának az egyirányosítása két hónapos próbaidőre, és ígéretünkhöz híven megtartottuk a lakossági fórumot, és a testületet szeretném arról tájékoztatni, hogy erre a lakossági fórumra meghívtuk az intézménybe járó gyerekeknek a szüleit, a környéken lakókat, és természetesen az intézményeknek a vezetőségét, illetve tanárait. Mind az öt intézmény tanári kara egyhangulag azt mondta, hogy szeretnék, hogyha ez az egy irányosítás továbbra is így maradna. A lakossági vélemények meghallgatása után a lakosság többsége is azon a véleményen van, hogy maradjon a Kunc utca egy irányú. Köszönöm szépen. Köszönöm. Simon Zoltán. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a lakossági fórumot, hiszen tényleg ez egy olyan lehetőség, hogy aki akarta, elmondhatta a véleményét. Továbbá szeretném még elmondani, hogy mivel az én választási körzetem ez a terület, én fontosnak tartottam, hogy egy elég nagy területen a lakókat értesítettem a lakossági fórumról, szórólapot széthordtam, és személyesen tudtam találkozni elég sok emberrel, aki igaz, hogy nem jött el a lakossági fórumra, de véleményt nyilvánított, és szinte egyöntetű volt a vélemény, hogy egyetértenek és megfelelőnek tartják. Pont a két kritikus időszakban, a reggeli és a délutáni órákban a forgalom levezetését azzal, hogy egyirányosítva van az utca. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bolvári Ferdinand. Köszönöm a szót, polgármester úr. Mint a katolikus intézménybe járó gyerekek szülője, nagy örömmel fogadtam ezt a kezdeményezést, és támogattam teljes mellszélességgel. A rendőrség régóta kezdeményezte már ezt, és mint hetente egyszer szolgálatot teljesítő polgárőr is az a tapasztalatom, hogy azóta sokat javult a közlekedésnek a biztonsága. A forgalmi dugók még jelen vannak, de biztos vagyok benne, hogy ahogy az építkezés elkészül, a Főszékes Egyház háta mögött bejjebb kerülnek a kordonok, vagy lekerülnek onnét, akkor megszűnik az a forgalmi útszűkület, amely pillanatnyilag a reggeli dugókat okozza. Ezúttal föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a rendőrség még türelemmel van, de a táblák kihelyezése ellenére is nap mint nap találkozunk szembejövő autósokkal. Én kérném a lakosságot, hogy figyeljenek rá, nem mindenki szokta még meg ezt a forgalmi rendváltozást, van, aki régi megszokásból közlekedik. Viszont őt most már egy 5-től 50 ezer forintig terjedő pénzbírság fenyegeti. Úgyhogy kérek szépen mindenkit, hogy figyeljünk egymásra, és figyelmeztessük azokat, akiknek esetleg a tábla elkerüli a figyelmét. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Van-e még valakinek ezzel kapcsolatos véleménye? Ha nincs, akkor zárom a vitát. Végszavazás következik. Az alábbi határozatról a képviselőtestület egyetért azzal, hogy a Szentháromság tér, Asztik tér, Kunc József utca forgalmi rendje az előterjesztésben bemutatott módon is tartalommal 2016. március 1. napjával kialakításra kerüljön, és azt követően az új közlekedési rend életbe lépjen.
Kettő, egyetért azzal, hogy szükséges forrást, azaz bruttó 5000 forintot a 2016 évi költségvetési rendelet terhére biztosítja. Három, megbízza a polgármestert az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Aki ezzel egyetért, kérem, egy igen szavazatot adjon le. Tizenkettő igennel elfogadtuk. Következő hasonló napirendi pontunk, Batthyány utca forgalmi rendjének egyirányosítása a Hunyadi utca fele. Itt fórumot nem tudtunk szervezni, mert az általános iskola meg a fiúnevelő van, úgyhogy meg a református pap, lelkész hivatal, elnézést, hirtelen nem jutott eszembe, papok a katolikusoknál vannak. Tehát gyakorlatilag ezért ott ugyan nem volt, de már emlékszem, hogy még a jegyzőkoromban még az akkori intézményvezető és kezdeményezte azt, hogy ez megvalósuljon, és én úgy látom, hogy a felmérés és egyeztetések megtörténtek, úgyhogy gyakorlatilag ezért javasoltuk fölvenni napirendre. Megkérdezem, hogy tisztázó kérdése van ezzel kapcsolatban? Akkor kérem majd megnyomni, semmi gond. Kérdése van-e valakinek? Ha nincs, akkor zárom a kérdést, és akkor tessék kikapcsolni a gépeket, és aki kérdezni akar, az nyomja meg, mert így nekem mindenki megjelenik, és akkor nem tudok eleget tenni. Szabó Balázs kérdése. Köszönöm szépen. Elhangzott a válasz arra, amit eredetileg kérdezni szerettem volna, hogy volt-e ugye bármilyen széleskörű társadalmi egyeztetés vagy fórum ezzel a változtatással kapcsolatban. Hallhattuk, hogy nem. Kérdésem, hogy miért nem? Értem én, hogy ott nem lakik senki, viszont ez a változás a teljes kalocsai lakosságot érinti. Attól, hogy ott nem laknak emberek, attól még a teljes széleskörű kalocsai lakosságot érinti, vagy érinteni fogja, ha megszavazásra kerül ez a tervezet. Hogy egy ilyen hordaerejű döntésnél nem lett volna indokolt egy ugyanilyen fórum vagy társadalmi egyeztetés. Köszönöm. Jó, meg lett indokolva a kérdés, a válasz, úgyhogy a válaszom ez, hogy azért, mert olyan közintézmények vannak, és azoknak a forgalmi rendjét érinti, zömmel és parkolását, ami véleményem szerint, nem, mert ezen az alapon 40 szállást is behívhatnánk, hogy egyetért azzal, hogy ott egy irány utca legyen. Azért be kell határolnunk, hogy milyen területeket, milyen szintig megyünk el. Következő kérdés, film. Így van. Válaszoltam, hogy nem volt, és az sem, hogy miért. Egyértelmű. Jó, köszönöm szépen. Van-e másnak tisztázandó kérdése? Ha nincs, akkor zárom a kérdéssort. A vitát megnyitom, akinek van hozzászólni valója, kiegészítése, azt tegye meg. Simon Zoltán. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ez a városnak egy nagyon pici átkötő utcája, ami ténylegesen gyakorlatban két intézményt érint, a gyermekotthont és a belvárosi általános iskolát. Az idejövő szülők és az itt dolgozók autói közlekednek ezen az utcán döntő mértékben, és parkolnak. És ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen az nem hangzott el, hogy főleg azért van szükség ennek az utcának az egyirányosítására, mert a gyermekotthonban dolgozók, hát 15, 16, 18 autó ennek az utcának az egyik oldalán a forgalmi sávot teljesen elfoglalja. Tehát itt az a megoldás lenne az egyik, hogy ott nem parkolhat senki, az viszont rendkívüli módon megnövelni és megterhelni a többi utcának a parkolását, tehát én szerintem egy nagyon logikus, nagyon kézenfekvő döntés. Viszont ha parkolnak a kocsik, úgy a kétirányú forgalom lehetetlen. Én magam is ott dolgozom, minden nap tapasztalom, bedugul az utca, se előre, se hátra. Én nekem az a véleményem, hogy ez egy jó döntés. Szeretném mondani, hogy én megkérdeztem a szemben lévő épületben, a gyermekotthonban dolgozó kollégákat is, nekik is ugyanez a véleménye, tehát ha úgy vesszük, akkor a két intézménynek a véleményét én tolmácsolnám most,
hogy a két intézmény maximálisan egyetért ezzel, támogatja és jó döntésnek tartja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Török Ferenc képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Simon Zoltán képviselő úr, amit elmondott, az mind igaz, de azt gondolom, hogy Szabó képviselő úrnak a véleményét tartom magamhoz közelebb, hogy ezt meg kellett volna vizsgálni, és nem is lakossági fórumot kellett volna, vannak szakemberek, akik közlekedés szervezéssel foglalkoznak. Ezzel, hogy ezt egyirányosítjuk, a börtön és a szolgáltatóház közötti egyébként is szűk utca, amivel rossz kifordulni, befordulni, ennek a forgalmát teljesen meg fogjuk növelni, hiszen azok, akik a Hunyadin jönnek, nem tudnak lerövidítve mondjuk visszamenni a körforgalom és Kertváros felé elmenni, hanem az összes autót beeresztjük a belvárosba, a rendőrség és a szolgáltatóház és a KNTH közötti és a kifordulásnál. Szerintem ez későbbiekben valószínűleg, hogy közlekedési gondokat fog okozni. Egyébként a fiúnevelővel szemben most alakítottunk ki parkolókat, és tervezzük, hogy a további részén meghosszabbítjuk. A fiúnevelőben dolgozók egy része egyébként beállhatna szerintem a fiúnevelő udvarára, ahol egy óriási udvar van, tehát a dolgozók be tudnának menni parkolni, valószínűleg meg lehetne ezt oldani. És egyébként, hogyha az úttal párhuzamos parkolási rendet alakítanánk ki, valószínűleg, hogy valamivel kevesebb autó tudna ott megállni, de meg tudnának állni autók, a többi tudna parkolni a Hunyadi utcában, ugye ez egyre annyi utca, és végig a jobb oldalon lehet parkolni, plusz néhány autó ugye át tudna menni a vadonatúj parkolókba, és ezáltal a kétirányú közlekedés meg tudna maradni ebbe az utcába. Én jobban örülnék ennek, köszönöm. Mielőtt továbbadom a szót, megadom a jegyzőnek, mert nem az ötlet jött és álmodtunk egyet, hanem ez közlekedés szervezőkkel meg lehet vizsgálva. Jegyzőnek. Tisztelt képviselőtestület, azt hiszem annyiban szerencsés a hivatal, hogy van egy közlekedésmérnökünk, aki ennekkel is foglalkozik, és egyrészt az ő javaslata is volt ez, illetve természetesen mi is beszéltünk a fiúnevelőnek az igazgatójával, formálisan, informálisan, ez volt a kérés vélemény. Ezzel kapcsolatosan én még szeretném mondani, hogy ha valaki úgy kicsit felidézi azt a részt, hogy a fiúnevelő bejárat előtt van egy parkolójuk, hogy kivéve fiúnevelő, valami ilyesmi van, gyermek otthon van kiírva, és annak az utcán, a kisköznek a végén, a Hunyadi utca felé részén pedig ott van a mozgáskorlátozott parkoló. Tehát mind az elején, mind a vége sajnos annyira be tud szűkülni, hogy ott akadály lesz. A másik megoldás, hogyha nem szeretnénk, hogy ott akadály lenne, akkor pedig végig megállni tilos kellene kihelyezni. Tehát ez a két megoldás lehet. Köszönöm szépen. Dr. Filvi Gézának adom el a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Két lakossági megkeresés is érkezett hozzám ezzel a témában val kapcsolatban, és ezért is kérdeztem, hogy volt ennek valami lehetősége, hogy itt elmondják a közlekedők, az arra közlekedők a véleményüket, és nem volt. Ők is ezt kicsit sérelmezték, illetve jobbító szándékkal szerették volna elmondani. Az az aggály, hogy ha ez egyirányú lesz, akkor igen, még inkább a szintén zsúfolt belváros felé, és korábban török képviselőtársam, amit mondott, az a Grősz József utcai igen zsúfolt, és ott az új ügyészség és a börtön sarkánál lévő beláthatatlan kereszteződésnek lenne még nagyobb a forgalma, és ott azért elő-elő szokott fordulni baleset is. Ha itt növeljük a forgalmat, ennek a veszélye gyakoribbá válhat, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy itt az Astrid tér és a Kunszt József utca egyirányosítását azt nagyon széles körben alaposan áttárgyaltuk, és ez a két megkeresés is azt hiányolja, hogy ennek az utcaszakasznak az egyirányosítására ez nem történt meg, és tehát nem a megfelelő megoldást válaszza ezzel a testület, hogyha ezt elfogadja. Nem tudom, nekem is van olyan aggályom, hogy nem-e még inkább a belváros forgalmát zsúfoljuk ezzel. Örömmel hallom azt, hogy közlekedési szakmérnök is vizsgálta ezt a kérdést. Nem tudom, én csak arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy kellő körültekintéssel átlette ez gondolva, illetve hogy ott
a fiúnevelő előtti parkolóhelyeknél, nem tudom, hogy ott útburkolati festés van-e, hogy kell parkolni egyébként az autóknak, mert lehet, hogy célszerű lenne, ha egy irányú lesz, ha nem, ezt is akkor ott pótolni. Köszönöm, hogy szerettem. Köszönöm szépen, dr. Angeli Gabriella. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én egyetértek a Batthyány utca forgalmi rendjének egy irányosításával. Azt hiszem, hogy évek óta húzódó problémára tehetünk így pontot. Emlékszem még arra, amikor a lányomat a gimnáziumba vittem, és minden reggel ott jártunk el a Batthyány utcán, és szinte képtelenség volt közlekedni ezen az útszakaszon. És arra is, amikor a vidéki iskolákból még busszal hozták be a belvárosi iskolába a gyerekeket, és az a busz pont ott a gyermekotthon előtt állt meg, és torlódás volt. A parkolásban egyetértek Simon Zoltán képviselőtársammal, tehát ha az autók parkolnak, akkor nem lehet kétirányú a forgalom. El kell dönteni, hogy vagy nem lesz parkolás és marad kétirányú, vagy pedig meghagyjuk a parkolási lehetőséget, és akkor egyirányosítjuk ezt az utcát. A felfestés szerintem meg mindenképpen szükséges lenne egy 45 fokban, hogyha az egyirányosítást választjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm. Bolvári Ferdinánd úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én alapjaiban egyetértek teljesen azzal, hogy egyirányosítva lesz az az utca. Valóban a parkolóautók nagyon bekorlátozzák. Viszont szokták mondani, hogy minden mindennel összefügg. Az előző napirendi pontunk, amelyet egyhangulag szinte jóvá hagytunk, szorosan összefügg ezzel. A Kunszt József utca egyirányosításával nagyon sok szülő helyesen alternatív útvonalként választja, hogy eljön a főiskola előtt, és nem balra kanyarodik be a Kunszt József utcába, hogy egy nagy kört kelljen tennie, miután kitette a gyermekét, hanem jobbra bekanyarodik a Hunyadi János utcába, ott biztonsággal ki tud szállni a gyerek a kávézó háta mögött, át kell a polgárőr biztosította zebrán, és a szülő pedig folytatja útját a belváros felé a Hunyadi utcába. Eddig ugye el tudta hagyni, vissza tudott kanyarodni a fő utcára, ezen a szűk utcán keresztül, viszont most, ahogy török képviselőtársam mondta, a belvárosra fogjuk tolni őket is. Én azt szeretném kérni, hogy legyünk ennek tudatában, figyeljük, hogy nem-e okoz majd irreálisan nagy forgalmi torlódást a szolgáltatóház és a börtön polgármesteri hivatal közti sarkán reggelente, és én javaslom, hogy hagyjuk próbára, bocsássuk próbára, ne véglegesen ezt az egyirányosítást, azt a lehetőséget meghagyva, hogy lehet, hogy fordítva kell egy visszafordítani, tehát én nem zárnám ki a lehetőségét annak, hogy próbára bocsássuk. Mindenképpen jó, hogy egyirányú az az utca, azt kell, hogy mondjam, de nem biztos, hogy elsőre eltaláljuk az helyes irányt. Köszönöm. Szabó Balázs. Köszönöm szépen. Elhangzott több soron, hogy ugye két intézményt érint. Mint említettem, én ezzel nem értek egyet, mert szerintem nem két intézményt érint, hanem a Kalocsa egész lakosságát, ez az intézkedés. Másik dolog, ami több oldalról felmerült, hogy itt két lehetőség van. Vagy lesz parkoló, vagy nem lesz parkoló. Én ezzel se értek egyet. Szerintem meg lehet hagyni úgy a kétirányú közlekedést, hogy van parkoló, ahogy török képviselőtársam is mondta, viszont ez azzal jár, hogy kicsit kevesebb parkolási lehetőség a maga az intézmény előtt, úgy, hogy nem slégen, illetve nem szembe az intézményen parkolnak le a járművek, hanem párhuzamosan. Én nem mondom azt, hogy ez az előterjesztés nem jó, vagy nem lesz jó az egyirányosítást. Én annyit mondok, hogy nem történt meg a kellő lakossági tájékoztatás és felmérés ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Jó, akkor magamhoz ragadom a szót. Ugye a rövid távon nem oldja meg a problémát, de hosszú távon meg fogja oldani a problémát, ugyanis a következő napi rendekben fog szerepelni a Szent Háromság tér, illetve a Asztrik térnek a problematikája. Tehát a tervezetben hosszú távon lezárásra kerül a Főszékes Egyház melletti út, és átvágás lesz, úgy, ahogy eredetileg is tervezte a város annak idején, most majd az érsekség fogja kezdeményezni, addig, amíg ez nem kerül átszervezésre
ennek a feltételeinek biztosítása, addig a kialakítandó új téren továbbra is megy a forgalom, de utána ez meg fog szűnni, az akkor ezt a problémát meg fogja oldani. Ezt tudom, hogy rövid távon nem, tehát hosszabb távon, de ez belátható időn belül napirendre fog kerülni. A városrendezési tervünk felülvizsgálatába is bele fog kerülni ez az intézkedés, hiszen gyakorlatilag ezzel nem csak bizonyos közlekedési korrekciókat tudunk végrehajtani, hanem a belváros újabb védelmét és az értékeink védelmét tudjuk biztosítani. Még egyszer mondom, ez nem oldja meg ezt a mostani problémát, illetve meglátjuk, hogy milyen van. A javaslatom az, hogy mivel módosító indítvány nem érkezett, én szavazásra bocsájtom azzal, hogy természetesen a képviselőtestületnek joga van bármikor visszahozni, negyed év múlva, stb. Tapasztalatokat, méréseket végrehajtunk, és amennyiben úgy tapasztaljuk, hogy ez gondot, problémát okoz, akkor újra napirendre tűzzük, és a közlekedési rend kialakítását újra megvizsgáljuk. Olvári Ferdinánd. Köszönöm a szót, polgármester úr. Polgármester úr, ezen a rövid szakaszon úgy látom, hogy a kerékpárosoknak nem lett biztosítva ugyanaz a lehetőség, mint a Kunszt József utcában. Tessék. Mi mondjuk, hogy igen. Hát most tehát azt javaslom, hogy egy kiegészítő táblával az utca szélessége megengedi, szerintem, hogy legyen kétirányú a kerékpáros forgalom. Rendben van, én mint előterjesztő ezt magamivel teszem, tehát ennyivel kiegészítjük a kiegészítőt, ha megszavazza a képviselőtestet az indítványt. Tessék. Jó. Meglátjuk. Vizsgáljuk meg, meglátjuk. Én egyelőre nem raknám ki, meglátjuk, hogy mi van. Én ugye nem szoktam kerékpárra arra közlekedni, hogy nem tudom, hogy az óvodáknál biztos, hogy nagyobb probléma, mint az iskoláknál. Itt az a baj, hogy egy sávra leszűkül. Tehát egyelőre én azt mondom, hogy ezt ne kezdeményezzük, majd meglátjuk azt is. Jó, tehát akkor mégsem. Jó, indítványt vonja vissza a képviselő úr ezt. Jó, köszönöm. Van-e még ezzel kapcsolatosan észrevétel, vita? Ha nincs, akkor zárom a vitát. Szavazás következik. Határozati javaslat a következő. Képviselőtestület egyetért az, hogy Batthyány utca közlekedési rendje az előterjesztésben bemutatott módon és tartalommal 2016. április 1 napjával kialakításra kerüljön, és azt követően az új közlekedési rend életbe lépjen. Egyetért az, hogy szükséges forrást, azaz bruttó 131.826.000 forintot a 2016 évi költségvetési rendet terjére biztosítsa. Megbízza a polgármestert az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő folyamatos felelése polgármester. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. Kilenc igen, tartózkodott három fő. Köszönöm szépen. Köszönjük figyelmüket, az ülés további részét egy hét múlva láthatják. 3.